Brüsszelben az Európai Parlament külügyi szakbizottságában meghallgatták várhelyi Olivér magyar biztos jelöltet. A bővítési és szomszédságpolitikai biztos posztjára jelölt magyar diplomata négy pontból álló programjáról beszélt a nyitó beszédében. Elmondta, az Európai Uniónak fel kell készülnie új tagországok befogadására, ennek értelmében meg kell kezdeni az észak-macedóniai és albán csatlakozási tárgyalásokat is. Kiemelte, kinevezése esetén azon fog dolgozni, hogy jövőre sikerüljön lezárni a szerb és a koszovói kormány közötti párbeszédet. Minden erőfeszítést támogatok, amely a jó szomszédi kapcsolatokat célozza, és a két viták megoldását. Bor ellen nagyon szorosan fogok együttműködni annak érdekében, hogy a Belgrád és Pristina közötti dialógus sikeresen záruljon 2020-ban. Az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy új tagállamokat fogadjon be, ha azok a, feltételeket. a magyar diplomata 15 perces bevezetője után három órán keresztül kérdezték a külügyi szakbizottság tagjai. Az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport tagja, Jérôme Rivié, a nyugat-balkáni országok Európai Unióba való beléptetéséről kérdezte várhelyi Macron úr és tudja, hogy több millió választó nem akarja már ezt a politikát folytatni, ellenzi Albánia és Észak-Macedónia csatlakozását, politikai törékenység, maffia, szerb kisebbség a nehéz helyzetben Koszovóban, a nyugati logika nem elfogadása, és így tovább. Én hallottam az ön válaszát, hogy ön a reformokat kívánja hangsúlyozni, de. Ellen tud-e majd állni itt a többség nyomásának, akik pánikolnak, akik fellépnek az emberi véleményekkel szemben azért, hogy mindig bővítés legyen. Várhelyi Olivér válaszában azt mondta, hogy kettős feladata lenne bővítési biztosként. A biztosi feladatom bővítési biztosként nem csak az, hogy meggyőzzem a nyugat-balkán országait, a feltételeinkről, a prioritásainkról, és hogy elérjem, hogy teljesítsék ezeket. Hanem a feladatom az is, hogy meggyőzzem az állampolgárainkat, a tagállamokat, hogy ez továbbra is a mi érdekünk. A meghallgatást követő háromórás órás kérdez felelek után nem támogatta kétharmados harmados többséggel Várhelyi Olivér magyar biztos jelöltet a szakbizottság. További kiegészítő kérdésekre kell írásban válaszolnia. Ha az írásbeli válasz sem meggyőző, akkor várhelyinek újra meg kell jelennie a külügyi bizottság előtt, és ha még akkor sincs meg a szükséges koordinátori többség, egyszerű többséggel dönthetnek róla titkos szavazáson. Ha a szakbizottság végül tovább engedi, akkor már külön nem döntenek várhelyi személyéről, ugyanis az Európai Parlament a teljes bizottságról szavaz majd.